Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket ismét a csatornámon, én Éjes Jennifer vagyok, és sminkelni fogunk ismét. Egy ilyen sporti parti sminket fogunk készíteni. Én ezt most új évkor fogom felvenni, tehát most 30-a van egyébként, és fellépésre fogom sminkelni magam. Ez a rút igazság. És ez a videó pedig januárban fog kikerülni valamikor, január közepén szerintem. És azért mondom, hogy igazából bármilyen eseményre elkészíthető ez a smink. Inspirálódtam a Pinteresten, és, illetve a Pinterestről, és egy olyan sminket fog elkészíteni, ami szinte minden ruhához jó lesz. Most nem fogom, tehát hogy egy ilyen bőrruhát tervezek felvenni, amiben, illetve egy piros bodyval, és van rajta végig ilyen ezüst csík, úgyhogy az ezüst vissza fog köszönni a sminkben, tehát egy olyan sminket készítek, ami igazából bármihez felvehető, hiszen ugye az ezüst is mindenhez felvehető. Na de nem is húzom tovább az időt, vágjunk is bele a sminkbe. Első lépésként a primer, a Catrice-nek a Transitional, azt hiszem, ez így kell mondani, ezt a primerét használom. Igazából az a valóság, hogy én nem nagyon használtam még ezelőtt, a primer előtt soha más, és nekem egyébként teljesen megfelel, ugyanis fényesebb tőle a bőröm, illetve a mimikai ráncokat is úgymond feltölti, ami van, és sokkal egységesebb a bőrképem, amikor ezt használom, úgyhogy igazából ennyi. Most tettem ki a szemöldökömet, úgyhogy az azért piros itt a szemöldökömnél, viszont az arcom sincsen most a legjobb állapotban, ezt most hát tekintsünk el ettől, nem tudok ezzel most egyelőre mit kezdeni. Jó, egy picit megvárjuk, míg felszívódik, és akkor nem is tudom, hogy milyen alapozót használjak, ugyanis megpróbálok még kisajtolni pár cseppet ebből az HD Liquid Coverage-ből, ami egyébként a kedvenc alapozóm lett, nagyon-nagyon megszerettem, és valószínűleg újra fogom vásárolni. A 040-es Warm Beige árnyalatban van nekem, és tudjátok, ez a pipettás adagoló, illetve láttam, hogy most kijött ebből egy újabb, nem tudom, hogy az jó-e, aha, jön még belőle, úgyhogy ezt még fogom tudni használni. Ez egy viszonylag erősödést adó alapozó, amire látjátok, hogy most elég nagy szükségem van, de szoktátok kérdezni, hogy jaj, miért használok ilyen sok sminket, erős alapozót? Hát ezért, mert problémás az arcom, és igazából ugye fellépésre nem lehet az embernek egyszerűen hibája az arcán fellépéskor, úgyhogy alapvetően a hétköznapokban a Catrice-nek ez a True Skin alapozóját használom, mert elég ennek is a fedése nekem, viszont fellépésekre ezt használom. Korrektornak szintén Catrice és a Liquid Camouflage korrektorát fogom használni. Azt hiszem, hogy Honey, igen, 015-ös Honey árnyalatban, és ezt a szemem alá fogom feltenni, illetve szemhéj alapnak is ezt szoktam használni, semmi különlegeset, és ezt egy kisebb, pici ecset, vagy szivacsal fogom eldolgozni. Közelebb hoztalak titeket, szerintem így jobban látjátok a szemsminket, mert most mindjárt az fog következni. Viszont még előtte a szintén Catrice-es, érdekes, hogy Catrice videó lesz ez. Bepúderezem az egész arcomat ezzel az Olmat Plusszal, ami elvileg 12 órán keresztül battan tartja az arcot, amire egyébként lehet, hogy ma szükségem is lesz. Elég sokat teszek, pont ezért, mert ma még csak 3 óra van is, a fellépés 8:30-kor lesz, de úgy döntöttem, hogy itthon csinálom meg a sminkemet, legyen készen ez már. Szemöldököt fogok készíteni a River Loves Me-s Eyebrow Pomade-emmel. Nagyon sokan szoktátok kérdezni, mivel csinálom a szemöldökömet, hát ezzel, és a Dark Brown árnyalatú pomádé van meg nekem. No, itt is vagyok, csak természetesen ilyenkor hívnak folyton, amikor videót csinálok nektek, na de se baj. Egy kis trükköt fogok bevetni, ugyanis Leucoplasttal fogom
leragasztani a szemem szélét, és akkor ilyen nagyon szép formánk lesz, tudjátok. Megpróbálom nem elrontani a ragasztást, mert általában túlságosan felragasztom. A szempillasor alatt kell, tudjátok, hogy ide be lehessen festeni még. És akkor természetesen, ami lejön alapozó, azt majd korrigáljuk. Így hagyom. Szóval, lekomlasztom a tárakon. Szóval először is feketét fogunk egy lapos ecsetre felvinni, egy ilyesmi lapos ecsetre, és ezt a Revolution nagyon-nagyon használt palettámat fogom használni, amit már összeragaszgattam, de én nem szeretném még kidobni, mert még szerintem használható. Itthon már elvinni sehova sem viszem el. Na, de nézzük is. Tehát felpakoljuk ide, mint egy igazából cica tus lenne. És akkor igazából így elkezdtem felfelé dolgozni, illetve befelé is picit. Nagyon-nagyon jól pigmentáltak ezek a Revolution paletták, nagyon ajánlom nektek. Tényleg nagyon megfizethető drogériás szinten szerintem az egyik legjobb. Sokan szídják őket, vagyis hát a sminkesek nem ismerik el, de hát miért is ismernék, amikor ott a jó öreg MAC. Na, aztán ezt az egészet elkezdem felfelé dolgozni, és most már nem olyan a smink, mint amit kinéztem, de nem baj, mert először a mélyítő vonalat kellett volna barnára kifesteni. Majd. Most egy picit más lesz. A legsötétebb barnából felveszek egy ilyen laposabb ecset, és ezt tetején dolgozgatom el. Fogok egy nagyobb ilyen satirecsetet, egyébként ez essence-es, és akkor egy pici ilyen narancssárgát keverek pici barnával, kombóval, egy picit itt a széleit elkezdem eldolgozni. Alulra is kezdek gondolkodni, hogy alulra sötét barna lesz, de azt még nem kezdem el, mert ugye még fent van ez a ragacs. Egy picit még eldolgozom ezt a feketét. De legyen olyan éles átmenet. De most jön az ezüst, és azt így a mélyítő vonal fölé fogom húzni. Oké, nekem így tetszik egyébként. Úgyhogy most már kezdünk jók lenni, ezt elviszem holnapra is azért magammal. Szemhéjtus jön, és ez az Essence Super Last tust használom. Ezt is viszem magammal holnapra. Próbáltam egyébként ilyen vékony vonalat húzni, több-kevesebb sikerrel.
Megpróbálom ezt most leszedni, mert szerintem a szemsmink igazából fent ennyi. Tök jó. Picit itt az alapozó helyén korrigálom. Úgy. És most jön a lényeg, alul sötét barnával, egy ilyen nyomottabb pakoló ecsettel. Elkezdem a sötét barnát felpakolni. Eléggé lehúzom, tehát hogy ilyen jó markásan szeretném, hogy látszódjon most a szemem. Alulra még egy ferde, a ferde ecsetemet visszaveszem, és akkor a feketéből teszek ide még a szempillatőhöz, hogy mélyítsem egy picit ezt az egészet. És akkor egy ilyen, nem is tudom milyen ecset ez, de nem is ezt fogom, hanem egy másik satírozó ecsetet, azzal alul egy pici kis narancssárgával halványítom a szélét, hogy ne legyen ez a harsány vonal. Most ezt a Rival Loves Me szempillát használom. Jó. A szemeceruza az fontos, belül kihúzom a vízvonalamat. Igen, így azért picit már is másabb, még mélyebb a tekintet. Elég füstös lett, azzal egyébként elégedett vagyok. Highlightert fogok a belső szemzugomba tenni, a középsőből ennek az Essence-nek a highlighteréből, és tök jól kifényesítik ezt a belső részt. Ilyenből teszek egy picit ide a felülre is, a szemöldök csontra. Szerintem annak is tök jól áll a fény. Kontúrozom az arcomat. Az Essence kontúrral entem valamit, mert megszokhattatok. Először a sötétből viszek fel. Aztán a barnámmal. Ezt a azt hiszem álverdés kontúr, szájkontúr ceruzát van. Szóval egy ilyen Kylie koppintás rúst teszek fel. Piros rúst nem akarok, az elég kötött. Ugyanis. Jó. A legsötétebb rimmeles szájceruzámmal, a cappuccinóval körbe kontúrozom a számot. Szóval ez lett a végeredmény. Egy pici pirosítót most lehet, hogy teszek, mert olyan hiányolom. Ebből a Revolution-ös palettából választok. Kicsit hidegebb színt, mert olyan hidegre sikerült a sminkem is. Ez hiányzott.
is vagyunk igazából. Ez lett a végeredmény. Nekem egyébként tetszik. Mi akkor is, hogyha nem ilyen lett. Már most gondolkozom, hogy összekössem-e ezt az ezüstöt a szemhéjtusommal. Nem, most egyelőre tetszik így. Én nem kötöm össze. A végeredmény tehát ez lett. Helyel közzel az, amit kinéztem. De tetszik. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó is. Van olyan technika, termék, amit ki is fogtok ti is akár próbálni. Úgyhogy mindenképpen kövessetek itt YouTube-on, tehát iratkozzatok fel a csatornámra. Kövessetek Instagramon és TikTokon is, találkozzunk a legközelebbi videómban, és hát boldog új évet kívánok nektek! Sziasztok!